Szeptember 1-én hagyományos módon elindult az új tanév. A gyerekek visszatértek a zárt közösségi terekbe, és ilyenkor mindig gyorsan terjednek a felső légúti megbetegedések, a nátha és az influenza. Ez a házi orvosok szerint teljesen normális jelenség, most azonban a koronavírus megnehezíti a helyzetet. A legtöbben azt várnák, hogy ha valaki légúti fertőzést kap el, egy laborvizsgálat alapján megállapítható, hogy a gyermek koronavírusos-e. Erre azonban nincs lehetőség, ez csak a PCR vizsgálat során derülhet ki. A szakemberek még mindig a megelőzésre hívják fel a figyelmet. Ha a tanárok például az iskolába érkezéskor látják a gyermekeken, hogy valamilyen légúti fertőzésre utaló tünete van, például láz, köhögés, folyik az orra, torka fáj, panaszkodik, akkor hazaküldik ezeket a gyerekeket. Ezt én teljesen elfogadhatónak tartom, hiszen nem tudunk minden gyermeket gyakorlatilag letesztelni, és ezért a közösségből való kiemelés ez nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy gyakorlatilag minden olyan gyermek, akinek ilyen légúti tünetei van, azt fertőzőképesnek kell tekinteni, amíg ennek az ellenkezője nem igazolódik. Mi a teendő? Haza kell menni ennek a gyereknek, hogyha valamilyen légúti tünete van, akkor jöjjenek érte a szülei, vagy hogyha nagyobbacska is hazaküldjük, akkor úgy irányítsuk, hogy ne a közösségi közlekedést használja például, úgy menjen haza. Ilyenkor is használni kell a maszkot, hazaérkezve pedig alaposan kezet kell mosni. Ezt követően a házi orvossal kell egyeztetni a továbbiakról, de csak telefonon. Nálunk az orvosi rendelőben az egy fertőző gócnak tekinthető, hogyha bekerül oda egy gyermek, ezért gyakorlatilag minden beteget elkülönítve vizsgálunk. Ezt csak úgy tudjuk megszervezni, hogyha a bejelentkezések azok megtörténnek, és a gyerekeket különböző időpontra hívjuk, és a betegek a váróban nem találkoznak. Úgyhogy ha hazaküldték a gyermeket az iskolából, akkor mindenképpen vegye fel a háziorvossal a kapcsolatot. Telefonáljon, kérjen időpontot. Telefonon a háziorvossal egyeztetnek, hogy be kell lejönni, mikor kell bejönni, mi a további teendő. Jelenleg ez a protokoll. A házi orvos ezután eldönti, hogy karanténban, vagyis 14 napig otthon kell maradni, vagy tesztet is kell levégezni. Ez alapján eldől, hogy valóban koronavírus, vagy egyszerű megfázás áll fent. Ha az előbbi igazolódik be, de nincs komolyabb tünete a gyermeknek, otthon tüneti kezeléssel orvosolható a betegség. Tavasszal az egész országot leállították a vírus terjedésének lassítása érdekében, jelenleg viszont csak azokat a gyerekeket emelik ki a közösségből így az orvosok, akik fertőzőképesek, legyen szó koronavírusról vagy influenzáról. A járványügyi helyzet változásával változhat a protokoll is. A jelenlegi statisztikák szerint a gimnáziumi és egyetemi korosztály körében terjed gyorsan a koronavírus.